tartottász meg senki, csak épp ahogy meghűjt, hiszen valhába itt csak úgy belásik a kőgés, mint az emberbe. Aztán csak úgy meggyógyul, mint az ember. Na, csak... Ha nem vigyázz a látom, hogy poros ne legyen a jászol, vagy hogy poros takarmány ne adjon neki. Na, 30! 20 krajcár lesz lelkünk. Igaz, hogy házasodik? Én! Ki beszél ilyen bolondokat? Na, hallottam valahol! Hát, házasodni házasodok én már vagy 10 esztendeje, csak még megy asszonyni. Jaj, hát nincs elég lány a faluba! Húdusok! Húdus tarisznyátok isznek az én bízes tarisznyám mellé! Na, de mit házasít engem Eszter asszony? Hiszen maga is csak úgy páratlankodik a világban, mint én! Hogy nincs szeme ezeknek az ide való legényeknek. Jaj, Móna azoknak csak! Én nem akarok! Ma jött ki a törvény, hogy az uram rám hagyta mindöni. Mind az 50 hótat? Mind? Bizony! Ide is rakom a gazdag asszony! Tessen hozzánk is benézni, Meister úr! Jóba! Ha nem vannak a tejéne a kőgésibe, van valami leszelés. Egy pár nap múlva mögen ide nézünk. Na, akkor mégis inkább eladom! Ne adja el! Kár lenne! Hónap mögen ide nézek, még egy tömög vizsgálom. Na, Isten áldja! De itt is a tején beteg! A fiamnak fáj a torkocskája! Amikor nem szabad embert orvosulnom! Az orvos messze lakik! Tudja meg, Meister uram! Az nem az én dolgom! Segítsen rajtunk, az Isten áldja meg! Hiszen ha azt a nagy marhát meg tudja gyógyítani, egy ilyen kicsi fiú! Jaj, hozzassa a tipsót a boltból, azt annak a levével gurgulázzák a torkát! 20 krajcár lesz lelköm! Ezt már próbáltuk, Meister úr, de az én fiam nem tud gurgulázni. Legyen itt! Nem tud? Hely a kövöres bort kell neki adni! Azt kortyogtassa vele minden fertály urába, de csak egy kanállal. 30 krajcár! Ezért a kisfiúért, Meister úr! Hiszen ha egy akkora állatot 20 krajcárért gyógyít, hogy kéred ezért a kisgyermekért 30-at? Na nézd! Még drágáért! Azt a orvosó vinni? Na az aztán nem 20 krajcár, se nem 30, hanem egy forint! Így van, no, ne ragudjon! De ez nem olyan nagy baj, ugye lelkem, Meister úr? Na még nem! De csak fogadja még a tanácsomat, elmúlik! Na nem az a tehén! Az sehogy se tetszik nekem! Menti, tovább gondolkozok rajta, antúl nagyomnak látom a baját! Eladom a mészárosnak! Ne adja el, most még jókó vagyunk, elejtálhass! Este mögen ide nézök, még egy szömög vizsgálom! Na Isten áldja! Isten áldja! Meister úr, ja? Ha az uramat találkozik, nem mondjon el neki semmit! Ott széltül is félti ezt a gyereköt! Jó Isten velük! Ha mi nem mondtad neki, hogy nincs velük valunk, hogy egy kotossal mögen többet kérjön, hát! Fáj-e még a torkod, édes kis madara? Csak mikor gyelök? Jaj, ha apád kérdezi, mi bajod, mert te mondd neki, mondd azt, hogy álmos vagy! Majd ne, honnan szörözzek vörös bort? Ugye, Julikám, még most se iszik az urad? Az én uram? Még ha pisztolyt tartanál a mellihez, akkor se inna. Na de hogy lehet, hogy ez az egy ember nem szereti a bort? Nem szereti? Majd möghalért annyira szereti. Azt még se iszik! Nem tudnál vele lenyeletni egy csöppet se. Na Isten áldja! Isten áldja! Jó, csókolom, Eszti néni! Isten áldjon! Jelcsikám, fogd meg gyorsan! Hogy Isten! Imre bátyám! Na, megjöttetek! Na, jó vagyok! Anyu is? Ő is! Mihály bácsi is? Ő majd csak onnan jön a búcsúsokkal! Édesanyám, megjött édesapám! Igen, igen, igen! Jaj, hoztunk üricamat is, meg kalácsot! Köszönjük szépen, lelköm! Nézzenek oda! Hát te nőttél, mióta nem láttalak! Jaj, nőttem át, Imre bátya, mert székön állok! Hamar végződken! De jó, hogy meggyűjt! Nem került időm, hogy az adót elvihettem volna, pedig ma be kell fizetni! Az adó? Aztán! Ma! Ma az utolsó nap! Na, hát csak kapjon magára kent valami tiszta gúnyát, az ballagjon el! A pénzt már beletettem a lalvi zsebébe, vigyázzon, mert csupa korona meg részvény! Na gyerek! Most hoztam ám el a rókát, hogy jó kenyeret! Elszaladó nagy, ha meg nem kapom a farkát! Na, gyere! Nem kell, édesapám! Na, mi bajod? Álmos a lelköm! Annyit szaladgált, majd nem is csuda! Azán, hozhatna nekem kent egy pohár vörös bort? Talán van a kocsmába! Bort? Édesanyámnak a gyomra fáj! Jaj, jaj, jaj! Hozhatok? Nem
tudom, ugyan tart-e a korcsmáros? Az én időmben nem tartott? Jó napot, édesanyám! Isd azt a kenteket! Mindegy, hozzunk el akárhonnan, csak egy pohárra valót, ha másonnan nem a bírósúgortul. Na, édesapám! Na jó van, gyere báránykám! Gyere, álmos vagy! Hova szeretnél feküdni? A szobába? Vagy az eresz alá? Vagy a háztetőre? A szép szűrre! A szép tulipára! Hozd ki szívem az új szűrömet! Hogy is ne? Feküdjön az avéttan! De azon van kedve! Ja, ne rontsd el a kedvét! Na! Gyere már! Na! Egy dudára fújjat te! Embernek nem akarná tartani, hát avval én számolom. Köszönöm! Jó van, esély. Hát most már itthon vagy, viseled magad, jámború, ugye? Az báránybős üvegöt viselj, ne pedig kutyabőr. Véletlenségből esett, bíró uram! Bizony Isten, csak véletlenségből vertem meg azt a legényt! De megfogadtam, möglás akár mög is állott! Jó, ezt a kis hordó Vörösbarta Mihály bácsi diktátorám! Kácsa! Hogy azt mondja, a kiszabadulásom örömire! Legelsőbben is, hogy kínálom meg vele, bíró uram! Éppen borírni tudtam kettő napom asszonyok alsa fáj! Az adót is be akartam vinni, itt van a zsebemben! Hát a bor az itt van! Az adót azt meg rüke is elhozhatod, mi se előtt? 8 órakor! Hát, Kácsa, akkor tessenek befáradni! Nem, nem, jobb lesz ide ki! Jó, 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 jó,
is ne hozta mi kedves vendégeinket, Mihály bácsi fogja már! Hát akkor, is ne hozott a sém? Szedd le magadról a pókhálót, azt felejtsd el, ahonnan jöttél! Adjon az Isten vidámságot! Tök egy bubától békességet! Igen, meg szép asszony feleség! Itt a milyen a bátyádnak van, ugye meg a feje! Nem asszonya, hogy minden nap jóval akar élni! Minden nap legörészegedni! Annyira, mennyire legörészegedni! Ősapánk is azt mondta, mikor a csöbröt tartotta, Vigyázz! Te volt a fattya! Hátik! Talán nem isztok. Én, bíró uram, megfogadtam, mikor törvénybe estem, hogy nem iszok addig, míg csak őszülni nem kezdök. Akkor is csak vízzel. Jó tötted, okosan tötted. Tudják, hogy nem élek borral. De asszony! Ne adj neki! Ne szoktasd rá azt a gyereket! Ennyi, ha mi is oda helyre kerültünk, mint sógor! Ha mi teremtette az Isten a bort? Mi? Krisztus urunk! Nem borrá változtatta-e még a vizet is? Még szöröncse, hogy pipáztok. Mert aki se nem iszik, se nem pipázik, az biztos, hogy az akasztóban végzi. Ott ügyemük a fene! Talán nem szereted a bort. Valamikor szerettem. Hát akkor... így áll. Nem vagy te se nímöt, se lúg. Vigyál már! No, hát... nem iszok! Nem iszok 100 forintért se! De hát miért nem iszik, Kent? Igyék, lelköm! Te mondod! Én, hát, kedves, igyék! Nem iszok! No, de ilyen öröm ünnepelni! Lehet örülni bor nélkül is! Ammán, nem igaz! Nem igaz! Kutyán szokott mulatni bor nélkül, hogy emök a fene, nem az ember! Matyi kedvéért! Akarom, no, hogy igyék, no miért is ne inna már? Meg hát a vendége kedvéért, ha már a bíró úr ide jött! Édesanyám, Imre nem akar inni! Ha, né, nem iszó! Igyál, fiam! Az én kedvemért! Vigyál, hát elég, mit gyerekösködsz! Te kedvedi? Nem bánnám, ha egy mélységes pincse vele kérem! Leshetnék! Imre! 360 hatakon sordó csapja alá! Fekhetnék! Addig indít, míg a fogam ki nem ászna! Míg bennem a szőlő magia ki nem csírázna! Akkor is foghagy másból, másból, hogy jön fölöttem az ég! Kibírni 7 esztendeit! Még nem állanál! Én sem ügyenük a fene! Tessenek hozzá nyúlni!
hittál valamikor? Legénykoromban! Azt mondják, hogy a feleséged adott be néked valamit, hogy ne igyál! Ekél farkát vagy, mit? Azt mondják, hogy a trújra utálkoztál a borra, mint ördög a szentőt! No, hát az én feleségem ilyet tenne, ugye meg a fene, hát ki is tekerném a nyakát! Ne se beszélj! Ugyan már kinek járt mögön a kereplőjét? Én így hallottam pedig! Ó, te eleven kelep, te falu szarkája! Hát bízs volna, plegykábúra, te nem vonál a világon! Hát mit tagadod, meg itt adtad, nem? Békát itt adtál vele, nem is egeret! Így hallgatja, hogy engem most légolnak. No. Ivott tekent bort az én kezemből, mióta asszonya vagyok. Hm? Ivott tekent csak egy kortyot is. Ó, hogy ez az ember olyan, mint az álló víz. Ez nem haragszik, ha a fejére hágnak se. Nem haragszik akkor sem, mikor engem így piszkol. Nem piszkol téged senki se, Juliskám. A napfényt nem lehet bepiszkolni. És a te lelköd? Napfény, angyalom! Én feleségem nem olyan asszony! Adjon az Isten mindenkinek olyan feleséget, mint amilyen az enyém! Lennél jobb kívánságot senkinek sem mondhatok! Hát akkor Isten éltessön benneteket! Adjon az Isten! Teket, babot, iszony, desznót, etet! Hatod! Hát ha éppen tudni akarják, hát én magam váltam a falhú a csapot! Hát aztán mi? Hát csak! Megfogadtam egyszer, hogy nem iszok, hát nem iszok! És ha én egyszer valamit megfogadok, hát az meg van fogadva. De ha az asszony azt mondja, hogy igyak, akkor nem rothatom meg a kedvét. Ennyi, húgom asszony! Ha mi fogadtattál vele ilyen bolondokat? Jaj, nem is én, édesanyám! Én? De hogy én? Mihály bácsi fogadtatta? Na most nézd még rám a kasszát! Hát nem én adtam-e most is idezt a bort? Hát ne fogjam! Annyi az igaz, hogy ezt a Julit egy kicsi puhán nevelte az anyja. Ósz, hogy Imrének meg ezen állott meg a szöme. Hát beszélgettünk, hogy uram teremtő, most mit is tegyünk, mert a Juli is halálig érte volt, röntgentőn össze meggyönyörödtek. De a Imre szinte minden vasárnap verekedett a kocsmába. Mondok, nem lehet lányomat, nem lehet. Mert ahogy mondom, ilyen pityergős lány volt. Mi? Ez az asszony? Pityergős? Hát ez az asszony, ha ember volna, huszárkáplár volna. Na, akkor olyan volt, gyönge virág, fehér, mint az ostya. Szép lány volt. Szép. Na aztán azt mondtuk Imrének, hogy hallod-e? Ez a leány árva gyermek, az rötteltő gyönge természetű. De meg olyan természetű vagy, mint az Isten nyila. Ha mi lesz, hogyha te ezt elveszöd? Hiszen ezt meghal, hogy a sejemkendővel is ütsz rá. No, akkor mondtuk neki, hogyha éppen olyan igen él a leányért, hát búcsúzzék el az italt. Ha meg is fogadta nekem szentű! Én nekem kezem adott rá. No. Nekem egy szót se szólt, mégis megtartotta. No, okosan tetted! Szépen tötted, de nem lettél józ, amikor ezt megfogadtad? Én is ügyem meg a fele! Mindig megfogadom, mikor nagyon részeg vagyok, másnapra meg elfelejtem. Nem is voltam én olyan gerázda, igaz-e? Amióta együtt élünk, egy rossz szóval se bántott. Jaj! Csitvá! Még felébreszi a Jancsikát! Hogy megnyulladtál? Hiszen egy évvel ezelőtt még iskolába jártál te! Csak a vasárnapi iskolába! Hagyjanak! Na, Matyi! Na, magának is megnőtt a bajusza! Meghiszem azt, nem volt egyéb dolgom, mint hogy azt húzogattam! Micsoda takaros lány lött belőled! De Mini, mikor megjöttem, meg se csókoltál! Pedig hát rokonok is volnál. Messziről? Messziről, ha messze vagyunk egymástól. De te most itt vagy mellettem. Aj, maga legény! Amikor elmondtam, nem voltam az. Hiszen éppen azért kellett elmennem, mert azt kérdeztem, hogy ki a legény a csárdában. Igen, na ki? A tavalyi búcsúkó bezzeg mögcsókoltál. Meg? Elvizem, már nem emlékszem. Éj, meg nagyon is. Nem győzlek bámulni, mindig te sétáltál az eszemben. Hát te gondoltál-e én rám? Ja, nem gondolok én még a legényökre. Vagy te nem is azért nem csókóztál meg engem, hanem hogy elítélsz. Hát,
Mi? Nem! Hagyj ki, nem! Hagyj ki, akkor inkább én a... Azt mondják, hogy a réten az ispány úr beszélt veled. Beszélt? Hát? A gabonát kéne szállítani a vasútra. Na hát! Kend nem is beszélik. Jó fizetés is ígér. 30 forintot egy hónap. Szókabírónak sincs több, ügyenök a fene! Szépnek szép, mögött ránk is férne. Na de hogy én az asszonyom túl meg a gyerekem túl 7 számra távol legyek. Annyi pénze nincs az uraságnak. Meg még engem szülött, hogy azt mondja, majd eljönné még, de akkor már nekem nem kölezi el a maját! Mindenek elmondom! Ennyi az irgalmát! Hát, ilyen ember ez! Akárki is köröztől járhat rajta. Hát ki az az úr? Mi az az úr? Cseléd! Kabátos cseléd! Kent pedig nem cseléd, ha szegény ember is, hanem a maga gazdája. Az pedig nem lesz meg, hogy rád szorultok! Mert én mindjárt hónap után rátok iratom a felső fődevet! Hát a funkciós hát neki! Hát ne ugassa senki, hogy semmit se osztál a házhoz! Rökolmi kabátos cseléd! Ne fenyögesse meg! Ez a beszél! Hát akkor Isten éltesse kendőd, Mihály bácsi! Akiket szeretnek! Adja az Isten, hogy még sokáig pipázol is közöttünk! Hát eddig is nekik adtam volna már, de mondok, nem sietök vele, mert tudja, Kencsógor, 7 tél, 7 nyár választja meg a házasságot! Jaj, Isten, hogy együtt írjuk! Nagy Isten, Meister úr! A Isten! Hát itt vendégség volt! A lovát megnéztem, bíró uram, így meg 2 hét alatt meggyógyult! Azért! Kerüljön be, Meister úr! Köszönöm, nem érök rá itt a szomszédban van dolgom, a teheret kömögnézzem! Ilyen későn! Meddig maradtok? Csak a búcsúra tettünk, holnap után már megyünk haza. Olyan hamar? Dolog van otthon is. Mit szólnál? Ha jövő vasárnap átballagnék hozzátok. A hordót fogja hazahozni, ugye? Azt. Bothegyen. Otthon lesz ő. Mi? A hódvilág. Most kél. Itt ilyen korán kél a hódvilág. Milyen nagy. Üljünk a kis kertbe. Nézzük, hogy kél. Jó. Bizony, Mihály bácsi, már az én olyan is tarkul, hát a sok gond mögé szíti az ember, kivált, aki bíró, ugye? Mert hát a közönséges embernek is lóvnia a feje! Hát még a bírónak! Nem azt tudja, hogy kácsa, ez a világ mi volna! Mám korlóri, stepsi, sütő lapát, vasfazé!
tessék! Nem szégyeli magát, bíró létére? Na jöjjön kent haza is tőlés! Itt a főszolgabíró! Hova mennének? Korán van még! Mi csak most kezdtünk egy kicsikét megkedvesedni, igaz-e? Mondjad innen, mondjad! Maradjanak, bíró uram! Norvin Sogar! Haza, ember! Megyek rá! Hát ösmerem én már azt a főszolgabírót! Meg holnap búcsú lesz a faluba, korán kérdezik! Elmond Szentpéter Romába! Na, Mihály bácsi! Kedves Mihály bácsi! De most már mit kis aludni kérünk? Hát csak aludszatok! Lefekszünk, kikosz a Mihály! Dehogy fekszök még! Hát persze, hogy lefekszünk, hát megyünk aludni, nem? Te is Imre fiamad? Rüccsör! Én még nem fekszök le! Hunabor! Na én lefekszök! Jaj, sakám! Asszony! Feküdjünk le, lelköm! Majd feküdnék! Hazad sémálni nem is beszéltem! Minek vitted el a bort? Ölig lesz már! Mit tudod, te nekem elége vagy se? Bort ide! Holnap is beszélhetünk! Bort ide! Ne igyék többet! Nem akarom, hogy... De én meg akarom! Kácsa! Ide, Livi! Az én notámot tudom azt a régit. Zavarosan vissza, nem vissza. Rávezetöm kis pejlovam, nem vissza. Ha nem vissza, ráhajtom a szél zsorára. Hogy ilyen öreg sejtőt. Mi ez? Unabor? Itt van, bátyám. Mit akarsz ebbe? Nem orvosságot kétem én innyi, hanem bort! Hordod ide! Elég lesz már, bátyám! Hogy mered azt mondani nekem, hogy elég? Te szabad meg nekem, hogy elége vagy se? Asszony, hordod ide! Leülsz és iszol velem! Nem iszok én! Most jövök a rabságból, aztán mögen igyak! Nem iszok! Haj, de iszol! Annak örömére, hogy megjöttél, iszol öcsém! Húzd rá! Zavarosan vissza a vízzel, nem? Vigyázz! Nem iszok, no! Nem iszol! De én mondom, hogy így áll! Akkor se iszok! Megfogadtam, hogy nem iszok! Nem iszol! Mit vigyak? Jöjjön kell aludni! Asszony! Hordod ide! Tégy úgy, mint görémészen! Ne féljen, a sarkamra állok! Na most már én mondom, hogy elég! Takarodjatok innen! Hát nézzenek oda, mit szokta! Ne vegyázásnak! Aludni, jöjjön kell! Ki mer így beszélni velem? Hát ki vagyok én? Ki vagy te? Azt a részcsillag az hivatalos is megnyilván! Hagyjak a tulajdonányát! Nem is így el! Átyám! Takarodjál! Hagyj meg a tulajdonányát! Hagyjak 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 a tulajdonányát! Ez hát fene szép örömnap! Vége! Elveszett a lovam! Cédrusfa erdőbe! Thank you.
kedves Eszter, beszéljük végre komolyan! Oda! Ne, oda! Ej, de húzódjunk! Cselédem azt fogja hinni, hogy a tehénnél vagyunk, a falusa lát ide, a baracsék meg nincsenek itthon. Na most aztán lóg az orra annak a kevés asszonynak! Kedves Eszter, beszéljünk végre komolyan! Ne. Várja, hogy a baracs érte meg! Kedves Eszter! Hanem ha visszaalázkodik az asszony, el fogom neki mondani, mit csinált a baracs másnap! Hát azt komédiába is el lehetne játszani! Kedves Eszter! Volt már maga komédiába, mert én már kétszer voltam. Egyszer egy királyt játszottak el, meg is volt benne a király. Egyszer meg egy falusi lakodalma, de van nem halt meg senki! Kedves Eszter! Egyikbe se nevettem annyit, mint a baracsnak! Na ezt igazán ki lehetne komédiázni! A komédiában, hajnalban! Kedves Eszter! Látott ül a hajnal közepén, és az asztalra borulva aluszik. Ezt csak föl kell, bejárja a házat, még mindig azt hiszi, hogy álmodik, mert ide jött a kúthoz. És egy vedervizet öntött magára. Egy másik vedervizet meg megivott, de még akkor se tanálkozott a saját eszébe, mert fölküldi az öcsit, azt mondja. Magyi, te! Ó, azt mondja, Magyi! Hát van az asszony! Ha nem tudom, azt mondja, Magyi! Kedves Eszter! A baracs meg csak bámul! Tudod, ki hol jön? A malomból jön, korpátod a malacnak a disznaja, éhen döglött meg. Ő is rossz bőrbe van! Jaj, de kár ezért a szép emberér! Na, mit akart mondani? Azt, hogy végre határozd el magad! Mert én égek, mint vas a kohóba! Hónap vasárnappal akarod, ki is hirdethessük magunkat! Én még nem határoztam! De ha magának határozom magam, akkor nem itt akarok esküdni! Hát, hogy? A szomszéd faluba azt akarom, hogy baracsné lásson engem és sárguljon! Szerint beleegyezöl! Érdemes azért az asszonyért ennyit búsulni! Ha én üneki vagyok, tudja mit teszem? Mit? Harmadnapra hazaküldöm az asszony ládáját, negyednapra már új asszony főz a házban. De hiszen nem patkó az asszony, hogy már eldobjuk hónap meg újat verünk fel. De nem tösz ügyebet, azóta csak föl alá járkál, nem dolgozik, ha valaki szól hozzá olyan, mint a harapós kutya. De miért nem megy az asszony után, ha egyszer úgy felírta az oldala? Jújjújj! De hogy jön a Matyi? Na, ez okosabb, mint a bátyja. Ez beállt fuvarosnak az urasághó. Eszter! Na, Eszter a bokréta! Nem kell! Esztikém! Nem kell! Jó napot, bátyám! Úgy látom, még mindig maga van kend. Végeztetek? Végeztünk! Hónap röggel fizetnek! Hónap után csinálhatjuk bátyám a magunk dolgát! Hozzáfogunk! Van-e valami harapnivalója? Szalonna! Kenyerem nincs. Az van az én tarisznyámba. Mit ebédölt, Kent? Még nem ebédöltem. Nem-e? Hiszen már 5 óra is. Nem vagyok éhes. Olyan a gyomra, mint a fábú volna. Meleg ételtű, meg úgy elszoktam, mint a sose öttem volna. Ennyi, no. Ez ugyan nem sok, de több a semminél. Ögyemök, Kent, én ebédöltem. Kihozom a szalonnát is. Felezzük meg! Csak ögyemök, Kent. Nincs oda be semmi se. Hát akkor elfogyott. Ugye? Az ő falujukon nem mentél át? Nem. Nem is hallottál felőlük? Nem. Na de most aztán tényleg is találja! Eszter! Ej, a gyűrűt meg nem hoztam el, pedig kikészítettem, hogy főhúzom az ujjadra. De úgy sértem, mint a tűz égette volna bokámat. Jó lesz az hónap is. Nem még ma! Legényképpen keltem fel, legényképpen akarok lefeküdni, mögyök is! Jaj, ne siessen, hát hónapig még meg is fordulhat a gondolatja. Jaj, akkor itt csak felét fordul, Eszter. Na, egy szép csókot foglalónak. Ne! Nem, amíg a gyűrű az ujjunkon nincsen, nem illik a Isten ágya. De hogyha mégis... A Isten baracs gazda! Vagy Isten! Kell valami asszony cserélőt állítani! Eddig is lőhetett volna, mit vár Kent tovább?
Na, az kevés volt. Jó volt, de kevés volt. Ha tudtam volna, hoztam volna többet is. Valami meleg ételt kívánok erősebb. Ugye? Nem tudnál te valamit főzni? Tudok talán... krumplit tudok. Az sokáig tart. Levest nem tudná? A levest? Krumpli levest? De nem tudom biztosan, hogy tudok-e. Ha a kendők mondja, hogy csináljam, én megfőzöm. Én ugye meg nem mondom, macsikám. Sokszor láttam, hogy hogy főzik, de azért mégse tudnám megmondani. Én csak az elejét nem tudom, továbbá megcsinálnak. Hát akkor semmit se tudom. Pedig hónap vasárnap lesz. Bizony vasárnap. Hát, ha csirkét tudnánk főzni, vagy sütni. Csirkét? Azt talán tudunk. Annyit biztos, ha tudok, hogy a tollát le kell szödni. Forró vízbe. Na, ezt meg tudjuk csinálni. Ha nem hallod-e? Csináljuk meg, most már én veszőtűrés vagyok. Magam is mögönném. Na, egy fogja a csirkét. Kernök majd elvágja a nyakát. Én? Én el nem vágom. Ihunak is. Vágd el te. Én? Ha, megfogod a fejét, azt elmetszed a torkát. Én el nem metszem, bátyám. Az ördög vigyel. Elvágod, hát arra való! Én nem vágom el. El nem vágom egy forintért se. Süssünk inkább krumpli. Ennyi, no. Hogy csak erre jár valami fehér néposzt majd. Mögöletjük vele. Hát így lössz ez már, bátyám, mindig. Bizony, öcsém. Na, kellene neked házasodnod. Kellene, ha lehetne. Miért lehetne? Elvertek rend az én feleségömet is. Mit beszélsz? Én a Rozit bazsaltam ki magamnak. Rozi? Bezony, bátyám. Még eskolás leánykorába. Ezt meg is egyeztél vele? Még nem. Hát akkor a rutin, öcsém, már avval te soha többet nem beszélsz. Hát, ha még visszajönnek. Ha eddig nem jöttek. Még csak 5 hete. 5 hete? Azt gondoltam, 5 esztendeje. Zsuzsa! Zsuzsa, hol vagy? Zsuzsikám! Parancsoljon, nagyságos asszony! Mi volt? 15 rajtáré hozol bornyumájat. Egyél sót, 16, én meg bort a kocsmából, érted? Na, egy! Kezi csókolom, gazduram! Hagyj Isten! Hagyj Isten! Kezi csókolom! Hagyja meg a fene! Na, itt a gáz! Ott! Itt ott, a kapu előtt! Na, azt itt állsz, ameddig én oda bebeszélök, hogy emög a fene! Mert 4 szöm közt akarok vele beszélni! Aztán majd mikor szólok, begyöhetsz! Értem, esküdt uram! Oda! Hát Isten! De jó, hogy itthon talállak! Na hát előre jöttem, hogy hát mondok, ügye meg a fene! Ne légy készületlen! Itt vannak az asszony, túl ügye meg a fene! Az asszony? Nem csak a Mihály sógor! Másson ki! Hát meg a... Mondjad már! A Rozi leány! Engem azért küldtek előre, hogy hát meg tudják, hogy mi a szándékod, ugye meg a fene. Szándék? Micsoda szándék? Hát az, hogyha az asszonyér el nem mégy. Nem megyek. Hát akkor ők jönnek ide, ugye meg a fene. Az asszonynak a... A húmjáért! Jöhetnek! Hát nem mégy el az asszonyér. Az ujjamat sem mozdítom érte. Mög gondoltad? Mög. Nagyon mög gondoltad? Nagyon. Ez az utolsó szabad! Ez, és azért küldték Kendőt, hogy az én tengelyemet mögkenje? Jaj, nem azért küldtek, hanem csak, hogy elvihetik el, mi az asszonyé. Mert ha te azt mondod, hogy igen, akkor ide állnak, ugye meg a fene a... A kocsival! Jöhetnek!
Hát akkor! Jöhetnek! Jöhetnek! Kis Milo! Mit vagyok? Jöhetnek! Jöhetnek! Na, elindj aztán! Jöhetnek! Jöhetnek! Hát, én belállok abba, most mit tudtam? Na, mondd, hogy ide állhatnak! Ide? Nem ide, oda! Oda! Ide, oda! Ide, ide, oda! Ide, oda! Pedig az az asszony, olyan asszony, hogy nyemög a fene, hogy itt emőhetné volna akár hasonmászva is. De eszen durvincsógot. Rossz kutya az Amerikán hagyja a gazdáját. Nem kutya az asszony, hogy nyemög a fene. Aztán az is igaz, hogy nyemög a fene, hogy nem a tenyeredben simogattad. Hát az igaz, hogy a ló, akármiképpen is megveri az embert, elkapdossa a fejét, a gazdáját ott nem hagyja. Ott hagyja biza, ha meg nincs kötve, elszalad. De visszatér. Hát lássaken csúgot. Ha az oktalan állat ilyen példát van, holott az oktalan állat nem esküdött hűséget a gazdájának. Mi ebből a világosság? Hát az, hogy a... Nem ló az asszony, ugye meg a fene! Se nem kutya, ez a világosság, ugye meg a fene, akármit is beszélsz. Kennek semmi se világosság. De hiszen elég világos az! A hasznos jószágot, ha megbecsüli az ember, a jó asszony még a hasznos jószágnál is hasznosabb, ugye meg a fene! Adj Isten, jó napot! Adj Isten! Jó napot! Jó napot! Hát, abban járatban volnánk, hogy minek utána megkülönböztél az asszonyoddal. Engem küldtek el, hogy az asszonynak a húmiák kiadassák. Nem volt szükséges ezért csizmát koptatni a bíró uram. Én visszatartani semmit nem akarok. Vihetik pákozni, uram? Ez a lány tudja, hogy mi az asszonyi. Minden, ami a házban van. Vihetik! Mindent, tehát nem az övék. Vigyenek mindent. Mindent, csak nem tehát. Mindent, ha kell az ingömet is. Te Imre! Lélem békülsz össze a vazasszonnyal, mi? Békülj? Hát ki mondta, hogy én haragsz? Nem haragszom? Hát akkor minek engeded elvitetni a húmiát? Ha érte küldött. Ha nem haragszolt, akkor jó van! Mihály bácsi! Jó le! Az Imre azt mondja, hogy nem haragszik! Hát ha nem haragsz, miért nem jön az asszonyé? Én az asszonyé? Hát tudom én, hogy jön az asszony. Jajjön, ne figurálj! Hát tudhatod, hogy nincs máshol, csak az anyjánál. Én öt hete, hogy a színét se látom, hírét se hallottam. Hát ha akartad volna, színét is láttad volna, hírét is hallottad volna. Nem vagyok itt csendőr, hogy bujkálókat keresek. Na. Én is itt hagyom el a gazdaságomat, házamat, fűzemet? Futott asszonyé? Nem futok én senki után. Hát akit kerget, megkutnia kell annak. Nem kergettem el. Hazudik, aki azt mondja, hogy én elkergettem. No hát nem jó kedvűből futott, az is igaz, ugye? Nem úgy bántál vele, hogy jó embernek jó asszonya illik. Hát akár azt mondjuk, hogy megverted, akár azt mondjuk, hogy elverted, csak ő volt az, aki nyögött, hogy nem meg a fene. Durvincsógor. Kell talán sose verte meg a feleség. Hát azt nem mondom. Mihály bácsi. Kent talán sose verte meg a feleség. Mit gyóntatsz én? És Kent talán sose verte meg a feleség. Hát de mög is érdemöltem, mert a nyelves asszonyat, abban másképpen nem bír az ember. És mégis együtt élnek, ameddig élnek. Bíróni asszonyom ott van a bíró uram házában, Durvincsné asszonyomat is ott látom a Durvincs sógor házában. Ott tegye meg a fene! Mihály bácsi is együtt élne a feleségével ma is, ha az Isten el nem szólította volna ő figyelmét. De Barac Imrénét nem szólított el az Isten se. Nem küldt el az Isten se. Nem kergett el az Isten se. Ami bajunk volt egymással, kinek mi köze benne. Aztán hallotta, hogy azt ember valaha, hogy az asszony, amiért ott hagyja az urát. Nem azt esküdte, hogy soha ott nem hagyja. Azt még én mönjek utána. Kötőfékkel mönjek utána, mert a szíve nem tudta visszahozni. Hát akkor törjön el a lábam, amikor utána indulok. De tudtad, hogy hogyan nőtt fel? Az anyja a tenyerén hordozta, szélbúvástól óvta. Azért is fogadtad meg, hogy nem iszol, mert tudtad, hogy testében, lelkében gyönketeremtés. Nem voltam gonosz ember. Nem voltam se kártyás, se részletes, se dologtalan. A vége az, hogy rönnék ő a ház, tűznék ő a tűzhely, és élelemnék a jószág. Valószat hurcolt, rogy most az én nevem.
Én ebbe az Imrének ítélem az igazságot, mert hát, tudja mi, Háj bácsi, ami igazság, az igazság. Már amit a bíróság úr mond, én is ráütöm a pöcsétet, ugye meg a fene. Mert az asszony az nem szent, hogy gyertya, ugye meg a fene. Se nem porcelántál, hanem ha asszony, hát legyen asszony, ugye meg a fene. Ez is a miénk, mert ez is a miénk, mert ez is... Minden a miénk. Talán még az a szög is a miénk. De azt csak hagyjuk. De azt az erősséget kiütöm. Nem egészséges olyan helyen, ahol a gázdás szomorkodik. Erik, kérdezek a tolványt, hogy nem beteg-e a fiam. De ha én kendőt fejbe vágom, az-e az igazság, hogy kent kérjem meg engem, hogy bocsássak meg? Nem az én dolgom, mert hogy megengeszteljem kendőt, már ne haragudj én. Igaz, hogy nem ők a fene? A példa nem jó? Tudod, persze, hogy nem jó. Mert én bíró vagyok. Engem fejbe nem üthet senki. Hát a többiről se lehet szó. Hát tisztára az Imre a hibás. Az igazságnak ne fordítsuk át a senki kedvéért, bíró uram. Hát az igazságra engem ne tanítson senki. Mert én nekem minden nap abba gyomlál az eszem. Jó, nem is az én mondom. Csak én meg az én mondom. Én rám is haragszom. Ja, minek beszélgessük el? Mint itten idegenek vagyok. Én nem bántottalak téged. Na, mint csak azt kellene, hogy engem is, ha nem elég szögény néni, hogy ilyen húrka volt a hátán, nem mint a két ujjat. Na, csak menjön a dugára. Rozikám! Hagyjon békén, nézzek elő, hogy beszélgessen. Hát akkor... Hadd fogjam meg utoljára a kezedet! Minek az? Nem szoríthatok veled kezed utoljára! Itt van, no! Nekem te mindig kedves voltál! Hát... Én se haragudtam magára soha! De menjen innen! Rossz vér folyik magukba, magam a bejsoltuk a verekedés! Én a bátyát is meg kellene sugatni 50 esztendőre! Rozi! Isten áldja meg! Rozika! Vége vasanna! Hát mi van itt? Áh, mi szép pénzed, ez a melanik a közé! Ami se vállatába, se nem látsz, se nem hallj! Ez a sikert csúk, ez öpök kibotja! Mi már itt morogni? Jaj! Azt mondom, hogy odább innen, mert ha a bíró úr meghallja! Hát majd közé bétögt a bét az igazsággal! Mi történik itt? Nem teszed le mindjárt! Hát, egyáltalán nem maradok, gyere! Nem lehetünk törvényes! Az mégis miféle törvény ez? Mert hogy az, hogy múmia ez mind. Aztán milyen jogon követeli a holmit az asszony a közös házban? Azt mondja, hogy a minden az üvé. Aztán nem ennyi testvérje az asszonynak az itt jelen lévő Baracs Imre? Dehogy nem az. Azt mit mond erről az 1894. évi 34. törvénycikk? Hát nem be azt mondja a 73. paragrafus, hogy a házasság megszűnik a házastárs halálával, avagy bírói felbontással. Itt hivatalosan egyik eset sem áll fel. Akkor kijelentem, hogy a házassági közösség érvényes. Csak úgy áll a dolog, hogy a Baracs igen csak mögvelte az asszony. Ja, vagy mit mond erről a 78-as paragrafus? Hát nem-e azt mondja, hogy a házasság felbontását kérheti az a házas fél, kinek házastársa élet ellentört, vagy akit házastársa testépségét, avagy egészségét veszélyezteti módon, szándékosan, súlyosan, vádolnokon? Na látja maga is! Azt kérde ezt a Juli? Nem kérde. Nem ez lenne akkor a törvényes eljárás lefolyása? Nem ellentesik mellegőt, igen, bízunk ide a bírónát! Na mi van itt? Hát nem-e Kend a falu bírája, hogy igazságot tegyen? Hát nem-e azt mondja a törvény, hogy a házasság csak akkor mondható fel a bíró? A házasfelek egyéniségének és életviszonyainak gondos figyelembevételével meggyőződött arról, hogy a házassági viszony annyira fel van húzva, hogy a felbontás kérőre nézve tovább életközösség elviselhetetlenné vált. Mivel jelen esetben a házasság fel nem bontatott, az Kent se győződött meg semmiről, milyen jogon engedi kifosztani a mi falunkat? Kisbíró! Vizet rájuk! Én rám ne merjön! Valamennyire! Mindenkit becsukatok, aki el nem takarodik! Asszonyok, ne engedjünk! Csak azért is! Emberek! Emberek! Fuss a csendőröké! Majd meglátom én, hogy szoknyába jár-e a bíró vagy katyába! Addig tudjátok, hogy a baratőrünk, hogy érzi! Zigatát, zigatát!
baromságot tenni mindjárt mögött a kuta! Hamar, egy csak baromságot! Egész bíróságom alatt nem esett meg velem! Mindenek felemelem az adóját, aki még ettől itt egy ön! Készen csak kerülhetked haza! Innen a pincébe megyünk sóval. Kacsa! Kacsa! Tessék parancsolni! Mitől olyan duzzadt a lábad, mi? Jaj, az átkozott kesény, megint megdagad a lábam, anyák, ami saladok haza, mert bizony Isten, itt halok meg. Itt van ott! Kálmánka! Nézd meg, mi van a zsebiben! Mög a nadrágja alatt! Ne csiklandod, ezt ki nem állom, Béla uram! Hát akkor add elő magad, ami a zsebedben van meg a ruhád alatt, mert mindjárt megértek önnek! Miért nem beszélek egyenesen? Hiszen azt akartam magam is! Csak azért raktam a zsebébe ezt a sok apróságot, hogy el ne lopja valaki! A féle legyen, azt a derla, derla, zsuká, derla, sonka, passza, mola! Szomburzsán egy kula, jól a betűn, rá, kisztam! Mihály bácsi! Mihály bácsám! Mihály bácsi, végeztünk! Remélem nem felejtettünk itt semmit. De igen! Még ez a gyűrű is az övé. Isten áldja meg, bíró uram, köszönöm a szívességét. Isten áldja meg, tisztelem az otthonvalókat. Kívánom, hogy vígabb alkalommal tanálkozzunk, ugye meg a fene. Isten áldja meg, Baracs gazda. Isten áldja, Mihály bácsi. Jó éjszakát, Baracs gazda. Jaj, semmi ez! Nem vetök neki egy hetet, itthon lösz az asszonyém! Nézzen ide, be nem jön többet! Fej szíven ütönne, hogyha köröztől mer lépni ezt a küszöböt! Jaj, így áll egyet! Gyere, na, gyere! Olajozz meg az eszed kerekét, mindjárt vígabban forog! Tesszem, bíró uram! Száradjon le a gégám, ha én még egyszer iszok valaha! Én kicsi fiam! Én egyetlen kicsi fiam, de sose lát! Ugye? Egészséges? Nincs tán semmi baja se. Hát nem kérdezted meg? Én bizony elfelejtöttem. Hát akkor Isten áldjon meg! Vigasztad magad abba, hogy sohasem volt olyan sicit itt szaka, hogy másnapra ki ne hajnalodott volna, ugye? Jaj. A legjobb vigasztalás, hogy tekintsd möghótnak, edje meg a fene! Gyere már! Unhálom! Nincs itt más, csak a főd. A vacsoránkat is elvitték. Gyerünk át a juhászokhoz. Elindj, én itthon maradok. A kertbe behozok egy aráb szalmát, a korpázsákat, a fejmal átösszem, a szűrrel betakarózzam. Majd aztán hónap. Hónap talán nem is lesz hónap. Bátyám, az apád kemény ember volt. Kend is a szemébe nézott legény korában minden veszedelemnek. Én se ijedök meg talán minden jégesőtől. Hát mit mond a falu, ha kendőt búsulni látja? Búsulni? Nem búsulok én, sem csak ez a hurcókolás bántotta a szememet. Örtök vigye azt az egy pár rongy bútort. Holnap én megkapom a fízemet. Lögyön a kendém. Hétfőn bemegyünk a városba, veszünk ágyat, asztalt, széköt, mindent, szöbbet, mint bót. Aztán szörzünk valami öreg asszonyt gondozónak. Öcsém, nincs ez jó sehogy se. Hát akkor... Isten áldja meg kendőt. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Asszonyom! A doktor urat látom jönni! A borgyú már mögsült. Zárd be a kaput, de tüstén! A doktornak meg mondta, hogy lefeküdtem, meg fáj a fejem! Meg hogy gyűjjön csak, ha majd 15 értene, eredj! Értem. Jó estét, gazda! Jó estét! Mit csinál, Ken? Hát. Hello, Ken, mint harang az ütő! Csúfolódok? Hát dehogy csúfolódok, én inkább sajnálom Kendőt. Engem? Hát az mi bajom nekem, hogy sajnálsz? Hát, úgy nézem, míg ön árva, Ken. Én árva? Hogy így elhagyták. Elhagytam. A kezem nem hagyott el, a lábam se hagyott el, a fejem se hagyott el. Az a jó Isten, no, azt se hagyott el. Magának sütöttem. Vagy a kovácsnak. Merizan az járt-e hozzá? Jaj, hát a te nem hő. Hiszen te mondtad a minap, hogy mögkér. Hát kérni kért, az igaz, de én azt mondtam neki, hogy nem szeretem a szurokszagot. Na de elhűl az étel, fogja meg ezt a tányért. Ezt az üveget is.
itt is vagyok, hát vacsorázhatunk együtt. Menj, de szíves vagy. Most már csak azt nem tudom, hogy te vagy az én vendégem, vagy én a tiéd. Jaj, sose törje rajt kend az eszit. Az ilyen ember, mint maga, még félre csaphatja a kalapját. Már ha a leányt akar elvönni. De ha nem leányt akar elvönni, hanem valami fiatal özvegyöt. Még nem gondolkodtam róla. Hogy is gondolkodhatott volna róla, hiszen voltak éppen csak ma vált özvegyé. Ma. Ögyönken. Most már valami bíróság fejti föl a varrást, ugye? Nem tudom, hogy megy tovább. Így megy, én így hallottam. Az új törvény a kezébe veszi a házasságlevelet és kétfelé szakíti. Attól fogva mögel lehet házasodni, igyék. Ne erőtös, nem iszok. Ugyan? Nem iszok. Nem volt magához való. Olyan egy test, egy lélek voltam én vele, hogy olyan az érzésem, mint hogy kétfelé fűrészültek volna. Ilyen jó embert elhagyni. Hossz ráadásul ilyen szép embert. De száradjon ki a fű a lépés alatt. A virág is a nézés alatt. Csak a szömepatakja ne száradjon ki soha. Hogy várja meg az Isten minden ostorával. Istenem Imre, ha mink találkoztunk volna előbb, milyen boldogok lehettünk volna. Jaj, az, hogyha meggondolom, hogy az uram 50 hótfődet is hagyott rám, azt lássa, csak olyan árva vagyok, mint maga. Bizony, neked is befellegzett. Maradj még, ha ráérsz. Ráérek. Akkor maradj. Imre, Imre, nem érdemültem meg magát az a cudorasszony. Na de... Hogy is tudott olyan csúnya teremtést elvönni? Na, azt azért nem lehet éppen elmondani, Rúra. Hát az orra bizony nem sokat ér. Az orra? Nem volt annak csúnya orra, hallod-e? Inkább olyan szép orra volt, hogy akármely kisasszony elhordozhatta volna. A szeme olyan volt, mint a bágyok. A szeme volt talán a legszebb. Ami igaz, az igaz. No, de nem értett semmi, hön valljuk meg az igazat. De már hogy ne értett volna? Mindent rendbe tartott. Olyan volt a házunk, mint a tükör, még a papírpénzt is egyenesre simította, hogyha gyűrött volt. Ezért nem ért hát rá a fiával törődni. A fiammal? Hát teli volt nyavajával. Sose volt semmi baja. Hát akkor miért itt a kanálból vörös borra? Miért járt hozzá a doktor? Micsoda doktor? Hát a Kovács, a barom doktor. Sose járt a fiamhoz. No, bizonyítom volna fele is, hogy a torka csupa daganat volt a gyereknek. Titkolta a kendelőt, az anyja késsel fenyegette meg, ha kennek szólni, mert betegön vitte el. Fiamat? Betegön? Csak ugyan valami baja volt. Fektették, borral itatták! Én csak azt akartam mindebben mondani, hogyha a Julinak annyi lőtt volna szöme a gyerekém, mint a... De most már pusztulj, nem elteszem tőlem! Az az asszony tiszta, mint az égi csillag. Az belsározni nem lehet. Erigy! Erigy! Takarodj! Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom. Ebbe a faluba nincsen maradásom. Júli, tehát mi lesz így az életem? Én ma holnap fölülű nézem a hódvilágot, az anyád! Jaj, bizony! A ma holnap! Mik magatok maradtok! Ez a gyerek is itt tett, kicsiny!
Ha játszik a mennyi kiátszani valamit! Na de szülény! Játszik a... Hát árvaház az olyan, amiknek asszony a gazdája. Hogy én visszakullogjak, mint a mögvert kutya. Még ha égi háború elől menekülnék is, hogy a villám a sarkamba csapdosna, akkor se húzhatnék olyan födél alá, amelyik az övé. Hát igazad beszél? 5 hétig vár rá, a húmiát is elhozatja. Aztán meg oda menjen, hogy hallod-e, mégis még vissza, kögyesködjé. Ne haragudjál rám, hogy mögverté. Még a sírban is égetni a szégyen az orcával. Nem szarult az én lányom arra, hogy akárkinek is a talpa lehajlítsa a nyakát. Kapják még ebből minden újjára, különbet a baracsnál. No, különbet nem igen. Nem is van egy kortyot. Nem köl nekem semmi erre. Nem még a litániára, leány! Még csak elsőt harangoztak. Én nem szeretem, hogy hallgatod ezt a beszédet. Valamikor a te fejedet is bekötik. Na, az én fejemet ugyan be nem kötik soha. Engem bottal nem kergetnek soha. Na tessék, már is írtózik a szent házasság. Na, írtózok hát, leharapom az orrát annak, aki engem valaha el akar venni. Na, gondosíjad magad! Hiszen ez a gyerek nem volna. Hát magam is azt mondanám, hogy új törvény van, el lehet válni, férjhöz lehet mögni újra. Csak az a faszás halál, az lehet az én második üleményem. Hey, lányom, hát hun az az ember a világon, aki megérdemli, hogy hódig búsuljunk utána. Nem búsulok én, ki búsul? Tökében, hogy tegnap fölkozták, ami ott volt, olyannak éreztem magamat, mint a fáról letörött a morba estem, elvadok. Ki nem volt többi soha? Magad akartad, hogy meghozzuk a bútor! Azt gondoltam, nem fogja kiadni! Matyi! Maga az mit akar? Csak köhög! Ott köhögök, ahol nekem tetszik! Hát csak köhögjön! Már kiköhögtem magam! Rozikám! Haragszoltál rá! Rozi lelköm! Angyal kicsi Rozáliám! Nézd! Ezt a két gyönyörű körtét! Már mögéred, de csak ez a kettő! Az egyiket neköd hoztam, a másikat Jancsinak. A másikat idáthatja! Az egyiket tartsa meg! Mivel bántottalak én téged? Nem kezdett gyújtottál, amikor utoljára elváltunk, és azt mondtad, nem haragszol. A bátyja küldte magát! Szép bátyja van, meg kellene aranyoztatni! Maga is csak olyan! Rosszi! Hiába jött, Juli néném nem fog visszamenni! Nem bolond! Maguk azt hiszik, hogy visszamenni! Ha! Majd ha vagy! Vigye meg a hírt annak a szépséges bátyának, hogy meg vagyunk, hál' Isten, bot nélkül is! Engem ugye nem a bátyám küldött ide! Még maga is haragudna rám, ha tudná, hogy jöttem! Hát akkor... ki? Én csak azért jöttem ide, hogy téged lássalak. Hát tudtam volna, hogy azt gondoljátok hullam, hogy az ő követje vagyok, hát bizony nem jöttem volna ide. Hát aztán... mit akar rajtam látni? Látod már engem öleget? Öleget? Nem lehet téged öleget látni, Rozikám. Ha én nagy úr volnék, ögyebet se tönnék, mint egész nap csak pipáznék, meg... téged bámulnálak. Nem vagyok én pannaráma! Hát így fogadsz te engem! Ezt értem én! Ezért gyalogoltam 3 óra hosszat! Hátat fordítasz nekem? Hát jó, én is hátat fordítok neked! Hát... jó! Itt is terem sok szép virág, madár dalon, szép a világ, de az mind semmit ér nekem, ha a babám nem ölelem. Es az eső, szép csendesen, ne sírj rózsám keservesen, ne sírj rózsám keservesen, majd megsegít a jó Isten. Ne nézd, hogy én szennyes vagyok, a szívemben nincsen mocsok,
az az egy pecsét benne van. Szeretlek én, Rózsám, nagyon. Matyi! Hogy mert engem megcsókolni? Micsoda szömtelenség! Ami nem illik, az nem illik. Na, menjen a búgára. Hát, jöjjön vissza! Még mindig itt elmondtam már, hogy menjön. Na jó, na álljon meg! Itt ez a lapos minta. Magának adom. Köszönöm, lelkom! Szagogass a litánia alatt! Eljössz a litániára? El! De együtt nem mehetünk! Nézni foglak a templomban! Te, Rozi, ott fogok állni a sekrestje mellett! Jó! És ha minden vasárnap eljönnék? Így, mint most! Így hát! Titkon! Így! Jó! De ne szóljon senkinek! Senki nem tudhatja meg, mert én megfogadtam, hogy sohasem legyek férfi! Soha? De nem ám! Mert a férfiak nagyon rosszak! De nem mind! De mind! Jaj, jönnek erre, gyorsan fordja a hátat, menjen, fusson már! Isten áldjon meg, Rozi! Isten áldjon meg, Matyi! A jövő vasárnap! Létánia előtt! Ugyanaz a barács fiú megyen ottan! Én is annak nézem! De bizony az, no lámulvad már nap, hogy hiába erősködött olyan nagyon, hogy verte pedig a mellét, hogy majd így megújja. Attól labdája volt egész életibe. No de majd mindjárt meglássuk. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot! Édes lelkeim! Jó napot kívánok a lászógrájra! Hát erre volt útunk, azt mondok. Nézzük már be a jó ismerősökön, olyan régen nem láttuk egymást. Ha, igen! Édes lelkem, hogy ezt köllök megérnek. A szívem szakad meg, hogy mondok, ki sírod a szemedet, te szörgény? Nem sírok én, miért is sírnék? Na bizony! Hát persze, hogy nem sírsz, hiszen már itt volt érted a posta. Micsoda posta? Hát a barács fiú, hiszen láttuk, ugye doktor, láttuk? Én annak néztem! A barács Matyi? Az hát! Nem láttuk! Itt nem volt! Erre nem járt! Hát akkor mégse az volt! Akkor nem az volt! Hát, de hogy is volt volna az, hiszen a baracsnak kisebb gondja is nagyobb van, mint hogy ide postákat küldözgessen. Egész nap fütyül, mint a rigó. Te nap orjú pecsönyét övöd, de olyan! Hogy a harmadik szomszédot is bejárta a szaga. Nem igaz! Hát, ha nem igaz, küldj el valakit. Nézem ők, hogy nincs-e az udvarodon olyan tányércserép, amelyik nem a te tányérjait közül való. Még rajta a pecsönye zsírja, amit tennap övött, hát itt üssön meg engem a szuhai Isten nyila, ha nem igaz! Te adtad a pecsönyét az uramnak! Mondd meg, hogy te adtad! Mondd igaz lelködre! Magadhoz akarod keríteni, hát mi bájulat? Doktorné leszök! Ti is asszony leszök! Nem szorultam arra, hogy faképné, hogy ott parasztoknak sütögessek bornyomájat. Lám, látszik, hogy ki az igaz beszédű. Te napot az eljegyzésünk. Most menjünk a paphoz! Isten megállja! Alá szolgálja Baracs imény! Ezt szolgálja! Ezt igényünk! Ezt ágyos, Julikám! Nesze így ágy pohár bort! Megfulladok! Tudom, hogy hazugság, mint a szava! De mennyit kellett nyelvem, míg szomszédom volt innen? Tűztem a szomszédi végesség! Hogy mit szemed neki a lábadnak a szemendének, mikor a templom küszöbét átlépik? Egy, várjál meg a ragyát, csodárját, hogy mit tudok! Lágyadozok én, mint a viasz! Baszúj vagyok én, hogy karú nélkül nem élhetek ezen a világon! Végeztem, Baracsa! Úgy tekintem, mint a vagy ő remélt volna, vagy én! Hát, ha még eljön! Halláldámat visszaküldte, és még azt gondolná, találkozunk ebben a földi életben! De a gyűrűmet is eldobta, amit Isten oldalra előtt örök esküvel volt az ujjára! Hát jobb az ilyen ember kitaszítani a szívből, mint ahogy az Isten is kitaszította a mögrobot angyalba! Hát! Nem értem el mást az ilyen pogány! Nem, az ilyen, az nem. Ne beszéljünk túl a többet. Én csak azt nem értem, Juli, hogy te nem bírtál vele. Hiszen a kisebbik Markotba is belefért annak az embernek minden esze. Több esze van annak, mint ezt maga gondolja. Mégis arra hajlottam, merre te futtad. Azt mondtad fekete, ő is rámondta fekete. De nem esztelenségül elhiggye, hanem hogy egy volt a nótánk, egy volt az ivadságunk. Van annak esze ölé. Ha véletlenül nem botakad a kezébe,
hóna. Nem vágott hóna agyon. Nem, hát a bot nem rajta terette. Én sem vágott hóna agyon, hanem az ilyen ragudott, mert édesanyába bort bevitettem. Hát a bor volt az a hát a bor, bor. Hát minek erőltettétek? Maga kínálta meg velem a másik. Én minek erőltettem? Nem édesanyám biztos tere. Hát nem, te mondtad neki a te kedvede. Nem már oda hozta, Mihály bácsi. Kárdozok a Mihály. Rátok mind! Ja, hiszen úgyis a miénk lesz minden, az Isten elszólítja Kendőt! Na de hát Isten őriz! Hát mégis a mi írás az írás, hát ha Juli mögen férjöz múl egy... Na, attól ne féljenek! Hát, ha mégis összebékült! Soha! Érzem, Mihály bácsi, hogy tegnap óta kéregődt a szívem körül a károsz erdei fal! Na, Antúj, jó! A sebés csak addig faj, lelköm, lányom, még bénem forrad! Vár, befor! Hál' Istennek, hogy ilyen haba! Az Imre! Imre. Az Imre jön! A bort! De nekem! Hát az Isten útja az Imre! Ha mégis eljött, hát! De nem jön be! Nem ide jött, elmögy! Ha nem ide jött! Nem, hát! Meg lehet, hogy egyszer utálj! Az nem lehet! Most valami dolga van! Mi dolga volna? Semmi dolga nincs! Miért tudott te azóta? Igaz. Azóta sok minden megváltozhatott. Meg lehet, hogy asszony néz magára! Én nem visz először is! A portéka jó volt, hát így nem visz másodszor is! Jön mögen, most már csak ugyan ide jött! Ha mégis! Megáll! Ez csak pipázi! Hát a miért nem jön be, hát begyöhetne! Hát úgy látszik, hazamögy! Hát vigye a terdem! De minek jött, ha elmögy? Próbálta, hogy utána szaladsz! No, csak az lesz! Gyertek, Jön, mégis ide jön! Úgy látszik, nem mer bejönni! Hát, ha mutatnád magad! Úgy látom! Nem! Ő be fog jönni, ismerem! Lássa? Várjál! Hát most meg leült a kőre! Nem mer bejönni! Hely, lapul még benne a lélekös méret! Jó van, eredj már, ha érte, hiszen azt várja! Én nem megyök! Én nem szólhatok hozzá, amíg ő nem szólott! Ha kimegyök én! Ezért! Jobb lesz, ha Kent megy ki! Ember-emberre mégis csak jobban érték más! No, a Kent házra, ez Kent mind a gondolom! Menjek, jön is tárgyak! Jó van! Kihetek csak... Né! Tisztelj! Adj Isten, Imre! Adj Isten! Hát, itt vagy! Itt vagyok! Látom, hogy... Itt vagy! Ugye, voltál az első? Jó! Nálunk is valamelyes, de ma jó az idő! Jó! Ugye? Nem jössz be? Hova? Hozzánk! Magukó! Minek? Minek? Tudod te azt, hogy minek a... Nincs nekem semmi keresetem. Én csak erre jelent, a belfáradt, ahhoz leintem. A madár is ott üde a belfáradt. Jó, de mink itt beljebb is vagyunk. Ez országút itt nem a maguk portája. Ez igaz. Mert ez a kürokás is, itt van az ország kürokás. Szent igaz. Nem győsz be. Nem. Hát de miért nem jössz be? Miért nem megyek be? Mert nem akarok. Nem akarsz, de miért nem akarsz? Miért nem akarok? Azért nem akarok, mert... Nem akarok. Akkor Isten áldjon!
Hát nem jön be! Mit mondod? Mit beszéltek ilyen sokat? Mit mondod? Na mit mondod? Mit az, hogy nem jön be? Erik, ki te? Te veled akart beszélni? Én nem megyök! Én nem tudhatok! Én nem szólhatok hozzá, amíg ő nem szólhat! Hát azt várja pedig, hát hogy... Hát persze, hogy azt várja! Mihály bácsi! Édes jó Mihály bátyám! Miért? Mögyön ki még egyszer! Nagyon, jöjjön be! Nagyon, nem haragszik! Én nem esik arról, amit ő tett! Én nem megyök többet, gondolom! Esetőzött térdön állva, kérem Mihály bácsi! Hát nem megyök többet! No, égöm, ne kunérasszam most már senki! Mihály bácsi, elmegyünk, ha nem megyünk ki! Hát akkor... Mihály! Jajjól van! Nazi! Hallod de? Azt az én csak elmondhatod, hogy mi járatban vagy! Mi járatban vagyok? Semmi egyéb járatban nem vagyok, csak abban a járatban, hogy a fiamat akarom látni. A fiadat? A fiamat, ha ugyan él még. Él még? Hát hogy ne élne? Mert hogy azt hallottam, beteg volt. Beteg volt, nem volt, egy kicsit volt beteg, a torkát fájdította, de elmúlt. Ahova? Hát oda be! Hogy oda be van, akkor megvárom, még kijön. Ezt akartam, semmi a gyebet. Semmi a gyebet? Semmi a gyebet. Hát akkor kihívom! Jancsi, gyere hamar! Mikor? Itt van apád! Hol van? Erre csókolj kezet édesapádnak, és mondd neki, hogy jöjjön be! Na, mit mondasz neki? Hogy jöjjön be! De el ne felejtsd, hogy jöjjön be! Apád! Édesapád! Megösmezte! Nem ragadja el azt a fiút! Tán csak nem! Na mondjék ki, mert ragadja! Nem vagy beteg? Nem, hát! Adjon Isten! Adj Isten! Miért ülkent itt az úton? Nem hozzád jöttem! Tudom, hogy nem hozzám jött. Csak a fiamat akartam látni. Oda be is láthatja! Énekünk is lehet! Jöjjön be, édesapám! A litániára ugyan a nép! Meglátják. Inkább kimegyek addig a szobából, hogyha éppen nem tűrhet. Gyöjjön hát be, édesapám! Gyöjjön, gyöjjön! Gyöjjön! Begyön! Ha mégis van benne, böcsön! Hogy ne volna! Gyöjjön, na! Adj Isten, Imre, Isten hozott itten nálunk! Ő lehet, de nem benne nálunk! Tessék, Isten, hozott! Hát én hozott. Nem igyekeztem! Ha látszik! Na, gyere fiam! Mit akartál? Mit húztál meg? A szűrt! A szép szűrre akarok feküdni! Most akarsz feküdni? Álmos vagyok! A szép szűrön akarok feküdni! Hát adod a neki! Hát mindig azt emlögette! Ennyi, ma! Így van, leszek! A mi nálunk tenne a beső volt! Jó, de a beső volt! Ennek már mi haszna, ám bár az őszi szántásra még van itt érni. Ne szólj, hát te is neki! Te szántottál már? Én sem még nem. Hát arra milyen idő jár meg? Ám már, változó. A Julinak nem szólsz el semmit. Szólj hát te, asszony, beszélj az uraddal! A hitvös társaddal! Mert ami volt, az volt, nem lőhet arra örökké való! Hát, csak a szeretet lőhet az! Juli, nem maradsz! Nem, hát! Másért is mögesült, majd így összedördítek a házastársam! Mi kibékültek! Mert a jó Isten nem azért szerezte össze a szíveket, hogy így elszakadjanak egymástól! Nem, hogy hortig együtt legyenek! Na, mi volt köztetek, felejtsétek el! Szivatar után lába nap is kisüt! Szemben díszlik a vetés! Adjatok kezet egymásnak, az mög van! Asszony, ne légykolok, ember! Nem a kemény szívű! Jaj, de
Oh!